A védikus írásoknak jelentős része, ami a testtel foglalkozik, közöttük például Cserekaszamhite vagy Ayurveda, és ott természetesen törődik a táplálkozással, sőt, bármilyen védikus gyógyítás, ami a testre vonatkozik, azzal kezdődik a táplálkozás beállítása. Szóval egy diéta, mert mindannyian különböző test természetter rendelkezünk, és általában a te természethez képest kell táplálkozni, akkor leszel egészséges. Valamikor olyan táplálkozás kell, ha legyen, hogy tehermentesítsen a szervezetet, akkor tudsz meggyógyulni másképp, nem fog működni a gyógyulás. Szóval nagyon részletesen ki van dolgozva a táplálkozási tudomány, vagy a táplálkozási kultúra a védákban.